Az elmúlt évben jelentős fejlesztések történtek, és ezek egy része idén is folytatódik a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmór Technikum és Kollégiumban. Többek között mintegy 30 millió forint értékben szereztek be tárgyi és informatikai eszközöket a projektoktatás feltételrendszerének megteremtése érdekében. De az iskola kollégiuma is megújulhatott, mondta Ziegler Teréz, az intézmény vezetője. Nagyon komplex fejlesztésekbe kezdett a fenntartunk, a Tolna megyei szakképzési centrum az Innovációs és Technikai Minisztérium támogatásával komoly anyagi erőforrásokat szabadítottak fel, hogy a helyi feltételt rendszert korszerűsíthessük. Egyrészt a tavaly őszén már elkezdődött egy folyamat, amely során a kollégiumnak a lakóhelyiségének a felújítását kezdeményeztük. Ez azt jelenti, hogy az ott lévő hálóhelyiségek, illetve lakószobáknak a felújítása megtörtént olyan szinten, hogy nem csak tisztasági festés és padlózat burkolat cseréje történt, hanem a bútorzatot is komplett lecseréltük, tehát megszűntek azok a retro stílusú régi vasrácsos ágyak, helyette nagyon szép és modern matracos új ágyakat vásároltunk, új szekrényeket, íróasztalokat, és hát még finomítottuk is textíliák beszerzésével, tényleg egy 21. századnak megfelelő lakókörülményt alakíthattunk ki. Mellette párhuzamosan ugye a szakképzés 4.0-ban az az elvárás, hogy átalakítjuk ugye a szakmai képzést, a szakmai elmélet és gyakorlati oktatást, amelynek fő eleme a projektoktatás. Ennek keretében közel 30 millió forint értékben beruházott a fenntartó, főleg az informatika és távközlés, a fa és bútoripar és az épületgépészet területén voltak komoly eszközbeszerzések. Itt elsősorban arra gondolok, hogy meg kellett újítani mind a manuális készségfejlesztéshez kapcsolódó eszközparkot, géphálózatot, de ugyanakkor az informatikai rendszerünket is át kell állítani arra, hogy minél inkább a gazdasági szférára hasonlító oktatást tudjunk folytatni. Ugye ez első lépés azt gondolom afelé, hogy a duális szakképzést eredményen tudjuk működtetni. Továbbá az intézmény Jókai utcai épületének felújítása részben már megvalósult, ugyanis a Bonyhádi önkormányzatnak köszönhetően energetikai korszerűsítésre került sor. A harmadik nagy projektbe is belevágtuk a fejszénket, a hála jó Istennek a fenntartó támogatásával ezt is el tudtuk kezdeni. Az épület komplexumunk közül a Jókai utcai épület felújítása jelenleg zajlik. Ennek van egy kis előzménye, mert a helyi Bonyhádi önkormányzat egy energetikai pályázat keretében most befejezte eredményesen az épületnek a tető szigetelését, homlokzat szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét és a fűtésrendszernek a korszerűsítését. Második lépésben a centrum, illetve az ITMS támogatás segítségével már a földszinten az irodahálózatot, illetve a kiszolgáló helyiségeket a tanárik kialakították, tehát ez is egy komoly felújítást igényelt, és most jelenleg a villamos hálózat teljes korszerűsítése, átalakítása folyik, hiszen ez egy általános iskola volt, és hát nem felel meg már a 21. század elvárásainak. És reményeink szerint 2021 őszére, tehát a következő tanévre elérjük azt is, hogy a következő nagy fázisban a vizes blokkok komplett felújításra kerülnek, a padlózat cserére kerül, a belső nyílászárókat is kicserélik, mellette minden helyiségnek a vakolatjavítása, tisztasági festése megtörténik, tehát azt gondoljuk, hogy egy olyan környezetet alakítunk ki, ami méltó lesz a modern kor elvárásainak is. Ziegler Teréz azt mondja, szeretnék, ha minél több fiatal választaná a szakképzést. Mind a fenntartónk segítségével valósul meg, hiszen szeretnénk elérni, hogy a szakképzésnek a megítélése javuljon, és azt gondolom, hogy ez a kormányzati szinten is egyre inkább az a fontos, hogy minél több fiatal vonzónak találja a szakképzés, de ehhez az is hozzájárul, hogy modern életkörülményeket biztosítsunk a napi életben is, a mindennapok során, és azt gondolom, hogy az is egy elvárás, hogy a gyerekek jó környezetben, jó hangulatban töltsék el a mindennapjaikat. Több mint majdnem 60 millió volt a földszintnek az egyik résznek a felújítása, tehát ez több száz milliós tétel lesz. Még nem tudjuk a végösszeget, de nagyon reménykedünk, hogy azért ki tud mindent spórolni nekünk a fenntartónk, hiszen ez egy komoly beruházás. Hozzáteszem, nem mi vagyunk az egyedüli intézmény a centrumnak, hanem 9 intézménynek az ellátásáról kell gondoskodnia, de nagyon örülünk, hogy most mi vagyunk a lista tetején, és mi kerülünk sorra.